Tisztelettel köszöntök mindenkit a nőnapi sajtótájékoztatón. Mellettem áll Tüttők Ata, az MSZP országos elnökségi tagja, európai parlamenti képviselőjelöltünk. Én azzal kezdeném tisztelettel, hogy a nőnap még nem ünnep igazán. Még nem teljes ünnep. Azért nem, mert bár a magyar társadalomban jogegyenlőség van a nők számára, de nincsen esélyegyenlőség. Mi szociáldemokraták folytatjuk azt az évszázados küzdelmet, amik a nők folytatnak azért, hogy ne csak jogegyenlőség, hanem valós társadalmi esélyegyenlőség legyen a számukra. Egy modern baloldali párt soha nem adja föl ezt a küzdelmet, addig fogunk harcolni, amíg kivívjuk ezeket az azonos jogokat a nők számára. Azt gondoljuk, hogy a virág mellett fontos, hogy beszéljünk a közös ügyeinkről. És nekünk nőknek igenis vannak olyan ügyeink, amit szeretnénk a közösséggel megbeszélni. Az egyik ilyen a gondoskodási teher. Az, hogy ma Magyarországon akár a gyermekek gondozása, akár az idősebb családtagok gondozása, a leginkább a nők vállán van. És ebben a teherben nagyon-nagyon kevés segítséget kapnak. Az, hogy ma a fizetett munkákban nagyjából egyenlően osztozunk, bár nem egyenlő bérért, de a nem fizetett munkák nagy része, és ez elsősorban a gondoskodás terén van, ebben a nők évi 800 órával vállalnak többet, mint a férfiak. Mi szocialisták azt gondoljuk, hogy ebben nem hagyhatjuk magukra a nőket, ezért azt vállaljuk, hogy az önkormányzatokban októbertől és a fővárosi önkormányzatban bővíteni fogjuk azt a szociális ellátórendszert, ami segítséget nyújthat az idős családtagok gondozásában. Több nőt a közéletbe, több nőt a politikába. Magyarországon kiemelkedően alacsony a nők részvétele a politikai életben, a Magyarországgyűlésben. Mi szocialisták támogatjuk a női kvótát, támogatjuk, hogy minél több nő vegyen részt a közéletben, közte a politikai életben. Nem helyes, hogyha a magyar közéletben kizárólag férfiak hozzák meg a fontos döntéseket, legyen ez szó gazdasági vagy politikai kérdésről. Mi budapesti szocialisták szövetségeseinkkel közösen sok női jelöltet fogunk indítani az őszi önkormányzati választáson, nem csak képviselőjelöltet, hanem polgármesterjelöltet is. Érthető, hogy nem beszélhetünk ünnepről akkor, amikor minden ötödik nőt ér bántalmazás a családjában. Miközben az állam ebben a feladatban félrenéz, és nem segít kellőképpen az áldozatok védelmében, a társadalomban abban, hogy erről tudjunk beszélni nyíltan, és meg tudjuk előzni, és üldözi azokat a civil szervezeteket, akik ma az állam helyett és a közösség helyett foglalkoznak és próbálnak meg segíteni a családon belüli erőszak áldozatainak. Ebben is szeretnénk tetteket. Mi fővárosi szocialisták vállaljuk, hogy ősztől az önkormányzati választást követően, amikor változás lesz Budapest élén, változás lesz a fővárosi önkormányzatban, a budapesti önkormányzat önként vállalt feladatai közé, az államtól részben átvéve, önként vállalt feladatul vállalja, hogy a családon belül erőszak áldozatait megsegíti, számukra segítséget nyújt, mind a megelőzésben, mind a rehabilitációban. És mi budapesti szocialisták az elmúlt hetekben egy gyűjtési akciót kezdeményeztünk a NANA Egyesület számára, akik ugye segítik a családon belül erőszak legkiszolgáltatóbb női áldozatait, és ezt az akciót folytatni fogjuk a anyák napjáig, május első vasárnapjáig, és a tegnapi napon átutaltunk 250 ezer forintot az Egyesület számára, amit mi budapesti szocialisták tudtunk összegyűjteni. Tudjuk, hogy ez most még csak csepp a tengerben, de sok kis cseppből fog összegyűlni majd egy nagy tenger. Így van, a virág mellett azt kérjük a társainktól, hogy támogassák mindannyian a Nők a Nőkért, az Erőszak Elleni Egyesület munkáját, így tegyünk valamit a nőkért ma Magyarországon. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Isten éltesse a nőket, hajrá MSZP!